Több mint fél év telt el azóta, hogy utoljára közönség előtt léphetett fel tánccsoport, de nem lehetett koncertet vagy színi előadást sem tartani. A korlátozások miatt szabadidős tevékenységekre sem volt lehetőség, ez azonban a hétvégétől megváltozott. Újra látogatható az állatpark, a Sóstói Múzeum falu, a hét első napjától pedig a város kulturális színterei is várják a már oltással rendelkező látogatókat. A Váci Mihály Kulturális Központ központi épülete és a tagintézményeink is ma május 3-án kinyitottak. Várjuk a látogatókat, a Krúdy Gyula Artmozinkat május 6-án csütörtökön nyitjuk. Nagyon fontos, hogy mindenhova csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, akár felnőttkorúról, akár fiatalkorúról beszélünk, és az is nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy a fiatalok is magukban eljöjjenek, csak védettségi igazolványra rendelkező kísérővel jöhetnek be az épületeinkbe, az intézményeinkbe. A Máté Szalkán működő Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ nyitására is ugyanezek a feltételek érvényesek. A színi társulattal is rendelkező intézmény igazgatója azt mondta, már nagyon várták a nyitást, hiszen hiányzott a közösség számára a találkozás a nézőkkel. A központ ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy óvatosak legyenek a kezdeti időszakban. Arra törekedtünk, hogy minden fontosabb eseményt legalább online megünnepeljünk. Szerencsére van egy városi televízió, amelyik folyamatosan le is adta ezeket a felvételeket. A közösségi médiában próbáltunk még tartani kapcsolatot a lakossággal, illetve olyan megoldásokat választottunk, hogy mi mentünk ki utcára a kultúrával. Zenével, tánccal, képzőművészettel is. Első körben úgy vélem, hogy a szabadtéri programokra kellene a hangsúlyt fektetni, hiszen ott kevesebb a valószínűsége, hogy megfertőződjön valaki. A Nyíregyházi Józsa András Múzeum és a Kállai Gyűjtemény is csak védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatókat fogad. Utóbbi helyszínen már szerdától látható lesz egy új tálat, míg a múzeumban május 14-től lesz megtekinthető az Elit Alakulat című honfoglaláskori kiállítás, melynek anyaga múlt héten érkezett meg a megyeszékhelyre.